ready. Szeptember 28-án tartották a Spin-off Klub, az Új Buda Hallgatói Vállalkozói Klub évadnyitó előadását. Az esemény vendége Gerendai Károly üzletember, kultúra közvetítő, a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. Ügyvezetője volt. Gerendai Károlyról kevesen tudják, hogy 10 évesen költözött Újbudára a Sasadi útra édesapjával. Érettségi vizsgát a korábbi Kafka Margit gimnáziumban, amelyet ma Szent Margit gimnáziumban tett 1988-ban. Egész életében világszínvonalra törekedett, és ráadásul ezt nem külföldön, hanem Magyarországon akarta megvalósítani. Ez sikerült is neki, hiszen a Sziget Fesztivál világhírnevet szerzett magának, és ezáltal hazánknak is. A Spin-off Klub vendégével Kerékgyártó Gábor önkormányzati képviselő beszélgetett. Valójában én egy kicsit korábban kezdtem el vállalkozni, mert ugye 22-23 éves voltam, amikor a Szigetbe belekezdtünk, de én már ezelőtt próbáltam egy picit így a szárnyaimat bontogatni vállalkozóként. Persze nem mondom, hogy akkoriban ez még olyan egyértelmű volt, hiszen én 88-ban érettségiztem, és ugye ez így közvetlen a rendszerváltást megelőző évek. Ugyanakkor én nagyjából 14 éves voltam, amikor így bennem megfogalmazódott az, hogy én mivel szeretnék foglalkozni. Akkor ez így nagyjából annyi volt, hogy én valahogy a zenével, de annak a, nem a zenélés oldaláról, hanem a szervezés oldaláról szeretnék foglalkozni. Ez két ok miatt van. Egyrészt én nekem 6 éves voltam, amikor kiderült, hogy egyáltalán nincs ritmusérzékem, amikor beirattak a zeneiskolába, és fél évkor aztán eltanácsoltak, mondván, hogy ugyan a ritmusérzék az egy fejleszthető dolog, de van az a szintű hiánya, amit fejleszteni se érdemes. És hát ezért ezt viszonylag hamar nyilvánvaló volt számomra, hogy én nem leszek zenész. Ugyanakkor az meg tényleg hát így egyrészt nagyon nagy hatással volt rám, amikor ilyen 11-néhány éves koromban először így belekóstoltam ebbe a világba, és koncerteket láttam. Ráadásul akkor még ez az egész zene, hát most is talán valamennyire a fiatalok életének nem csak a szórakoztatás oldaláról része, hanem azért a zene szövegek, vagy a nem tudom, a kor megértésének is fontos része az, hogy milyen a zene, de akkor ez még inkább így volt, hiszen akkor még nem az volt, hogy minden zenekarnak ott van az internet, amin keresztül el lehet jutni a közönséghez, hanem akkor voltak ilyen úgynevezett tűrt, meg tiltott, meg támogatott zenekarok, és mivel hozzám az a világ zeneileg is, meg szövegileg is az állt közel, ami nem feltétlenül a támogatott kategóriába tartozott, ezért aztán ahhoz tenni kellett, hogy egyáltalán megismerje az ember ezeket az előadókat, mert hogy nem jelentek meg a lemezeik, meg el kellett menni koncertekre, meg kazettákat másolni, meg egyéb olyan dolgokat, amivel így egyáltalán eljuthatott az ember ezekhez a zenékhez. És akkor úgy ez nekem fontos volt, és akkor én azt gondoltam, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, úgyhogy én szervezek majd olyan eseményeket, ahol zenekarok lépnek föl. Úgyhogy én 14 éves voltam, amikor én kora gyerekkoromban, tehát a 2 éves koromtól 10 éves koromig Gödöllőn laktam a szüleimmel, aztán akkor elváltak a szüleim, akkor beköltöztük ide a 11. kerületbe, és akkor utána jött ez az időszak az életembe, amikor először még az Érdi úti általános iskolába, aztán pedig a Kafkába jártam, és hát visszamentem, én hétvégénként jártam ki édesanyámhoz Gödöllőre, és akkor megkerestem a Gödöllői Művelődési Háznak a vezetőjét, hogy szerintem jó lenne csinálni itt egy ilyen ifjúsági klubot, és akkor mondta, hogy minden második szombaton akkor biztosítanak hozzá egy termet, ahol szervezzünk magunknak valamit, és akkor hát nagyon fantáziadúsan elneveztük rockklubnak ezt a klubot, és akkor oda szerveztem programokat, ezek részben közönségtalálkozók voltak, részben koncertek, elsősorban gödöllői amatőr zenekaroknak, a közönség találkozókon pedig valamivel ismertebb, akkor jó nevű előadók jöttek el, a Nagy Ferótól a
Hobóig, a Vikidál Gyulától, a Vidófalvi Attiláig különböző emberek. És aztán közben ugye a gimnázium, ami hát akkor az életemnek egy jelentős részét kitette, ott pedig az egyik barátommal elkezdtük először az iskolarádiót újraéleszteni és működtetni, mert akkor valamiért épp nem volt iskolarádió előtte, aztán pedig az iskolában mindenféle programokat szervezni, és megcsináltunk egy úgynevezett zenei és rádiós öntevékeny kör nevű szervezetet. Ez ugye a rendszerváltás előtt nem nagyon lehetett ifjúsági szervezeteket létrehozni, mert hogy akkor még úgy félt tőle az egy pártrendszer, hogy a fiatalok ne szervezkedjenek, és akkor volt egy ilyen kis kapus lehetőség, hogy ezek az úgynevezett öntevékeny körök, amik arra voltak hivatottak, hogy nem tudom, lehessen barkás szakkört, meg kirándulókört, meg nem tudom miket szervezni. És akkor megcsináltuk ezt a zenei és rádiós öntevékeny kört, aminek aztán arról híresült el, hogy hát itt a Kafkában, nem tudom most mennyien meg, hogy járnak ide a Szent Margitba, de akkor, ha jól emlékszem, ilyen 1300 körül volt a diákoknak a létszáma, tehát ez egy kifejezetten nagy iskola volt. Nekünk akkor kicsit több mint 1000 tagunk volt az öntevékeny körrel, úgyhogy akkor mondjuk a KISZ-nek volt 700 tagja körülbelül az iskolában. És hát ez egy ilyen jó buli volt, és nekem nagyon tetszett, hogy itt szervezkedhetek, de hát ezt a szüleim nem annyira nézték jó szemmel, úgyhogy egy idő után eljött az a beszélgetés, ami szerintem nem csak nálunk fordult elő, amikor úgy nagyjából az volt, hogy hát amíg a mi kenyerünket eszed, addig az történik, amit mi akarunk. Ennek az lett a vége, hogy hát én 16 éves múltam, amikor is azt mondtam, hogy akkor én inkább nem eszem az ő kenyerüket, de ez meg... Hát ugye akkor egy ilyen picit merész vállalás volt, részben még 86-ot írunk, részben meg hát ugye akkor hirtelen a suli mellett valamiből be kellett magam tartani, és akkor mivel addigra én megismerkedtem ezeken a bulikon, rendezvényeken keresztül különböző olyan emberekkel, akik zenekarokkal dolgoztak, őket kerestem meg először, hogy hát akkor segítsenek nekem valami munkát találni, mert hogy nekem valamiből el kell tartani magam, és akkor kaptam tőlük ilyen olyan megbízásokat, hogy ragasszak plakátokat, meg intézzem a zenekaroknak a levelezését, meg jegyet szedjek a koncerten, meg hangfalat pakoljak, meg ilyen olyan feladatokat. És aztán ez elég hamar, tehát úgy, hogy én közben ugye még leérettségiztem, de ott nagyjából egy ilyen másfél-két évet már a suli mellett dolgoztam, éjszakánként, meg hétvégénként. Oda jutott, hogy amire én elballagtam a gimnáziumból, addigra már nem csak, hogy én magamnak szereztem ilyen munkákat, hanem például a plakátragasztás volt, ami ebből a legjobban ment, mert akkor még létezett ez az úgynevezett fekete ragasztás, hogy az ember ahova tudott ilyen építkezési felületekre, meg ide-oda plakátot ragasztott, akkor, és nem volt még igazán konkurencia, tehát én voltam az első ilyen Maszek utca hírmondója, vagy hogy mondjam, tehát tehát amikor konkrétan mi érettségiztünk, akkor már 23 ember volt, aki nekem dolgozott még úgy, hogy plakátokat én szereztem a munkát, és akkor a osztálytársaktól, haverokig mindenki járt esténként plakátot ragasztani velem. Úgyhogy ebből aztán úgy kinőtt egy ilyen vállalkozásszerűség, és hát ez volt az első ilyen konkrét olyan tevékenységem, amit már úgy ma vállalkozói tevékenységnek lehet hívni, de aztán közben szerencsére én egyre komolyabb megbízásokat is kaptam, úgyhogy már ilyen 19 éves koromban akkor már például nem tudom ma mennyire ismeritek, még létezik a Lord nevű zenekar, ez egy szombathelyi zenekar, aki akkor még nagyon népszerű volt, akkor már én voltam az ő koncertszervezőjük, vagy mai szóval élve menedzserük. Aztán, amikor 21 éves voltam, akkor már egy hanglemezkiadóhoz leszerződtem, úgyhogy én voltam a vezetője, de gyakorlatilag az általam szervezett zenekarokat vittem én oda ez a kiadóhoz, és akkor így több zenekarnak a kiadója, így lett ez az akkor induló kiadó. Közben hát elég sok zenekarral megismerkedtem, meg dolgoztam együtt. Az egyik ezek közül a Siami nevű zenekar volt, aminek a vezetője Müller Péter Sziámi, azon túl, hogy jó barátok lettünk, azon túl, hát vele volt az, hogy tulajdonképpen kitaláltuk, meg elindítottuk aztán ezt a Sziget
néven most már közismert, de akkor még Diáksziget néven induló fesztivált, úgyhogy így jutottunk el oda, hogy hát én közben azért így ezt-azt már csináltam. Persze, mondom, az elején ebben benne volt az a kényszer is, hogy hát valamiből ki kell fizetni az albérletet, meg hát az az elhatározás, hogy én tényleg valami ilyesmivel szeretnék foglalkozni, és ebben már csak azért is, mert hogy a családomnak bizonyítani akartam, hogy igenis meg lehet ebből élni, igenis meg lehet ezt csinálni, ezért volt bennem egy ilyen erős bizonyítási vágy, és egyfajta ilyen erős indítatás, hogy én majd megmutatom, hogy ezt meg tudom csinálni. Valami vállalkozói minta, példakép volt előtted, vagy ez teljesen autodidakta módon indult? Hát, mit nevezünk vállalkozói mintának? Ugye 86-78-ról beszélünk, akkor még nem nagyon voltak ilyen klasszikus vállalkozók. Tehát akkor még voltak az úgynevezett maszekok, hogy volt a maszek zöldséges, meg volt a nem tudom, ilyen-olyan úgymond vállalkozó, de akkor még nem volt ez divat, sőt egy picit mindamellett, hogy persze menő volt, hogyha a maszek zöldségesnek már mercie volt, mint a többieknek még trabantja, de hogy egyébként egy picit olyan gyanúsan néztek ezekre az emberekre, akik nem valami hagyományos munka helyi struktúrában képzelik el a jövőjüket, hanem ugye maguk urai szeretnének lenni, ezért így nehéz volt akkor ilyen egyértelmű mintákat találni. Ha lehet ilyet mondani, hogy akkor minta számomra az mondjuk volt a Beatrice zenekarnak, akikkel aztán én is dolgoztam évekig, egy olyan szervezői, aki különben akkor a Belvárosi Művelődési Háznak volt a népművelője, de egyébként ő volt az egyik első olyan ember, aki engem egyáltalán ebben a helyzetben, amikor így magam lábára kellett állnom, akkor így megbízásokat adott, és akkor ezért itt nagyon fölnéztem rá, és akkor úgy gondoltam, hogy tőle majd sokat tanulhatok, vagy a későbbiekben is volt pár olyan ember a szakmában, akikről így azt gondoltam, hogy ha én velük dolgozhatok, akkor sok mindent elsajátíthatok majd, tehát ilyen értelemben voltak úgymond minták, de én ilyen klasszikus példaként, tehát hogy nekem sose volt, szóval ezen hogy mindig olyan értetlenül álltak a környezetemben és az ismerőseim vagy a barátaim, hogy én sose voltam egy ilyen sztároló típus, tehát miközben nekem fontos volt az, hogy egy olyan világban dolgozzak vagy létezzek, ahol különben ez a sztárkultusz, ez egy erős jelenség, közben engem ez sose foglalkoztatott, tehát még amikor csak koncertekre jártam, akkor sem, hogy én nem azzal foglalkoztam, hogy tudok autogramot szerezni a sztárzenésztől, vagy a nem tudom, ami úgy általában akkor menő volt. Ma ugye selfit akar mindenki csinálni, akkor ilyen még nem volt. Hanem engem az foglalkoztatott, hogy én ott a szervezővel, hogy tudnék valahogy kapcsolatba kerülni és vele beszélgetni, mert azt gondoltam, hogy az nekem egy fontosabb, vagy relevánsabb információ, amit tőle szerezhetek meg, mint az, hogy most megkérdezhetem a zenészt, hogy nem tudom, melyik a kedvenc száma. És ezért aztán én tényleg, de hozzáteszem, hogy én bennem ez valószínűleg ilyen képességként elég hamar előjött, hogy én így szervezkedni szeretek. Tehát én amióta az eszemet tudom, már az általános iskolában is én szerveztem az osztálykirándulást, meg a nem tudom, mindenfélét. És tényleg, hát így ugye, mint a gimnáziumban, akkor már engem ott ilyen diákvezetőnek választottak, meg mindenfélenek azért, mert egyszerűen úgy gondolták, hogy hát én vagyok az ilyen minden lébe kanál, aki ott úgy szervezkedik állandóan az iskolában. Úgyhogy ez nekem valahogy egy ilyen természetes közeg volt, és mivel én sose voltam egy bulizós típus, olyan értem, hogy én koncertre ugyan szerettem járni, de hát ugye, mint említettem, nincs ritmusérzékem, ezért táncos helyekre nem szívesen mentem, mert ott mindenki kiröhögött, ha én táncolni próbáltam, meg ez nem vonzott ez a része, ami egy fiatalnak nyilván fontos, a bulizás, engem sokkal inkább a bulinak a létrehozása vonzott, és akkor így ráadásul én antialkoholista vagyok, tehát én úgyhogy soha nem is ittam, tehát hogy nem az van, hogy úgy egyszer csak így döntöttem, hanem én sose voltam még részeg, meg nem tudom, tehát ezért aztán így a bulizásnak az a része sem kapott el, hogy akkor ebben olyan jó úgy lelazítani, hanem engem tényleg ez foglalkoztatott, úgyhogy
ez így valahogy így jött. Bevallom, meglepsz egy-két információval. Azt látjuk, hogy a humán oldalad erős volt, tehát emberekkel bánni, mozgatni. A reál oldalad, kint pont a matek érettségről beszéltünk. Tehát, hogyha az ember vállalkozik, akkor adminisztráció, könyvelés, adózás, tehát, hogy bőven elévult 25 év alatt. Tehát, hogy amikor indultál, mint vállalkozó, akkor ez az adminisztrációs oldal létezett, vagy hagyjuk? Hát nem mondom, hogy erősségem, tehát a mai napig ilyen szempontból szörnyen rendetlen vagyok, és képtelen vagyok magam körül rendet tartani. Ma már annyival könnyebb a helyzet, hogy van egy csomó ember a környezetemben, aki ebben segít engem, tehát most már nem nekem kell foglalkozni az adóbevallással, meg a könyveléssel, meg ilyenek. Az elején azért voltak ebből kisebb-nagyobb problémáim is, hogy úgy nagyon trehány vagyok, és nem voltam képes soha magamat megfelelően így adminisztrálni. Úgyhogy hát akkor, amikor jött ez a bizonyos rendszerváltás előtti időszak, és úgy egyáltalán munkát kellett végezni, akkor még volt egy úgynevezett szellemi szabad foglalkozás nevű kategória, mert hogy akkor még volt olyan, hogy közveszélyes munkakerülés, és gyakorlatilag, hogyha valaki nem akart munkanélküli lenni, vagy és ezáltal ilyen munkakerülő, akkor ki kellett váltania egy ilyen adószámot, meg egy engedélyt, amivel ő szellemi szabad foglalkozásúként úgy üzhette, amit épp űzött, hogy akkor azért nem büntette meg legalább a rendőr, hogyha igazoltatta. Na most én ilyen szellemi szabad foglalkozású lettem, nem tudom, 87-ben, és akkor onnantól nekem magamnak kellett ugye adóbevallást, meg mindenféle ilyesmit csinálni. Hát inkább nem mondom, hogy mennyire ment ez, vagy mennyire nem abban az időben, de hozzáteszem, hogy az egész rendszer még nagyon nem így működött. Tehát inkább akkor már, hogyha szabad ilyen picit viccesebb sztorikat mondani, akkor inkább már a sziget első időszakáról mesélnék el egyet, arról, hogy mennyire volt nálunk minden rendben, vagy mennyire nem, hogy ugye mi ezt egy baráti társasággal kezdtük el az elején a szigetet csinálni, úgyhogy én voltam a csapatból az egyedüli, aki már látott rendezvényt, de én se fesztiválokat, hanem hát koncerteket, meg kisebb, nagyobb rendezvényeket, de volt a csapatban virágkertész, műfordító, matek tanár, egyetemista, szociális munkás, mindenféle, akik a barátaink voltak egyébként, és azt közben lerántottam, de jól értem, úgyse ez szól, úgyhogy... Szóval a sztorit akartam elmesélni, hogy hát amiatt, hogy így nem nagyon volt szakember gárdánk, csak lelkesedésünk, ezért egy picit úgy jött létre a sziget, hogy mindenki úgy beletette, amit úgy gondolt, hogy őt érdekli, vagy ő szívesen látna ilyet. Volt, akit a színház érdekelt, a színházat szervezett, volt, akit a zene, a zenét, aki sportot, a sportot. De hát voltak olyan feladatok is, ami úgy olyan igazán senkinek nem fülött hozzá a fogona. Most hát ilyen volt például ez, hogy így a pénzügyek. És akkor volt ez a szociális munkás barátunk, aki Fóton valamilyen szociális intézetben dolgozott, és akkor amiatt, hogy ő középiskolában, amikor járt, akkor ott valahogy tanultak valamilyen, nem tudom én mi, hogy hívták már ezt a tárgyat, de hogy szóval valamilyen ilyen számviteli ismeretek, vagy nem tudom, szóval valamilyen tantárgyat, akkor emiatt gondoltuk, hogy hát akkor majd ő lesz a pénzügyes, mert hogy hát ők legalább tanultak valami ilyet, és akkor hát lement a 93-as év, tulajdonképpen olyan értemben nagy sikerrel, hogy ez volt az első év, amikor rögtön az első évben már 43 000 látogató jött el a szigetre. Még üzletileg is azt mondhatom, hogy... Ha jól emlékszem, 300 forint volt a napi jegy. Igen, 300 forint volt a napi jegy, 1800 a bérlet, és... Mert hát akkor mi tényleg így gondolkodtunk, hogy tehát úgy állapítottuk meg a jegyárat mondjuk a szigetre, hogy azt mondtuk, hogy mennyibe kerül egy sziámi koncertre a jegy, hát Budapesten akkor ilyen 400-500 forint volt, vidéken meg 300. És akkor azt mondtuk, hogy hát a vidékieknek se szabad, hogy drágának tűnjön, ezért akkor legyen annyi a belépő, hogy amennyi egy vidéki koncertjegy. Most az, hogy ezért nem egy koncertet adunk, hanem esetleg egy csomó mindent, meg hogy ezt föl kell építeni ott egy várost a semmiből, hát ez úgy nem tűnt problémának, vagy nem tudom, szóval. És akkor így
ezen az alapon megmondtuk, hogy ennyi lesz a belépőjegy, majd a következő évben, mert az első évben az összkiadásunk az volt 26 millió forint, a második évben már 120 millió forint. Na most akkor, amikor fölemeltük az ötszörösére majdnem a kiadásokat, úgyhogy közben volt ilyen 20% körül infláció is, még 93-ról 94-re, akkor megint csak, hát mi volt, hát végül is az első évben igaz, hogy utólag kaptunk hozzá 3,5 millió forintot a fővárosi önkormányzattól, de végül is mindent ki tudtunk fizetni. Ezek a minden rendben volt, úgyhogy akkor azt gondoljuk, hogy marad ennyi a jegyár, úgyhogy a második évben hiába növeltük meg jelentősen ki, de maradt 300 forint a belépőjegy, majd a második év végén egyszer csak ott álltunk, hogy van 18 millió 700 ezer forint kifizetetlen számlánk, ami hát akkor rettenetesen sok pénz volt. Tehát ma se kevés, de mondjuk ma egy 4,7 milliárdos költségvetés mellett azt gondolom, hogy ilyenkor még azt mondjuk rá, hogy ez nullszaldós volt. Tehát hogyha És az akkori forint az a mai, tehát egy ötös szorzó szerint. Hát igen, hát értékét azt úgy tudnám leginkább így elmondani, hogy úgy született a Sziget Kft., mert hogy akkor is ugye ahhoz, hogy céget csináljon az ember, ahhoz kellett egy alaptőkét befizetni, hogy akkor úgy lett a cégnek alaptőkéje, hogy nekem ugye volt egy pár év ilyen mosolyszünet a szüleimmel, de aztán terhes lett a feleségem, és pont az első szigeten született meg a nagyfiam, és akkor így, amikor ez kiderült, hogy terhes a Éva, az akkori feleségem, akkor a szüleimmel úgy, hát ugye egy picit ugye megint egymásra találtunk, hogy jön az unoka, és hogy nem tudom, és akkor mondták, hogy hát akkor nekik van 500 000 forint félretett pénzük, és hogy vegyünk belőle egy lakást. Most ez csak azért érdekes, hozzáteszem, hogy akkor ezek ilyen önkormányzati lakásokat lehetett nagyon kedvezményes feltételekkel a benne lakóknak megvásárolni, és akkor ebből lett egy ilyen össznépi társasjáték, hogy persze, ha nem volt a benne lakónak elég pénze, akkor valaki más adott neki, abból megvették azt a lakást, azt átiratták a nevére, és akkor így lehetett fillérekért ingatlanokhoz jutni, de akkor ennyiért lehetett egy lakást venni. Most ehhez képest beszélünk 18 millió 700 ezer forintról, tehát ez úgy elég reménytelennek tűnt ez a helyzet akkor, és hát amikor ez az egész kiderült, mert csak hogy visszatérjek a sztorim lényegére, akkor nem elég, hogy azzal szembesültünk, hogy hát fűnek-fának tartozunk, és most mi lesz velünk, és most akkor egy ilyen kvázi csőd van, amit végül is úgy tudtunk menedzselni, hogy a csapatot hát tulajdonképpen ott így hirtelen szét rebben mindenki, mert hát mindenki azt mondta, hogy én az oké, hogy eddig nem kaptam fizetést és lelkesedésbe kinek dolgoztam. Kinek a nevére szólt a tartozás? Tehát... Hát a Kft. Nevére, aminek ugye a eredetileg hárman voltunk. Tehát én voltam az ügyvezető, igen, de hogy hárman voltunk tulajdonosok, a Müller Péter, Sziámi, Szegfű Balázs nevű fiú, meg én, akkor a Balázs ki is szállt a cégből is, ő akkor még egyetemista volt, és úgy lett cégtársunk, hogy az ő papájának a volt irodáját kaptuk meg irodának, és akkor cserébe ő meg tulajdonrészt kapott a cégbe. És hát tényleg az volt, hogy akkor így akiknek tartoztunk, azok ugye azt mondták, hogy azt ők is elismerik, hogy ez egy sikeres rendezvény volt, sokan voltak, jó hangulat volt, látszik, hogy ebben van potenciál, de hát ez nonsens, ahogy mi ezt csináljuk, hogy itt egy ilyen baráti társaság, itt lelkesedésből valamit próbál csinálni, aztán meg nem fizeti ki a számlát, akkor ezt mostantól tessék komolyan venni, tessék akkor úgy csinálni, hogy akkor nekem abba kellett hagyni minden egyéb ilyen vállalkozást, meg tevékenységet, a kiadótól, a Sziámiig, a plakátragasztástól, minden, és akkor onnantól kvázi főállásként ezzel foglalkoztam sok éven keresztül, és oda kellett venni magunk mellé profikat. És amikor jöttek a profi szakemberek, akkor ugye a új pénzügyesnek például ez volt az első mondása, hogy hát akkor most nézzük már át visszamenőleg a pénzügyeket, hogy akkor mi van, hogy van, mert hogy valahogy itt akkor ő szeretne valami tiszta képet kapni, és akkor megállapítottam, hogy az első két évben egy kanyivas áfát nem fizettünk be. Mert hogy amikor így elővettük az Árpikát, aki ez a bizonyos szociális munkás barátom, aki azóta egyébként egy profi könyvelő cége van, mert aztán ettől úgy megijedt, hogy kitanultam a könyvelő szakmát, és akkor így kérdeztük, hogy hát ez most így mi történt, és hát mondta, hogy hát ő 86-ban érettségizett, az áfát 87-ben hozták be, hát ő ezt még nem tanulta akkor, amikor a számvitel ismerete, hogy ilyen is van, úgyhogy így aztán, hát ez így kimaradta az első két
évben. Tehát ez körülbelül ennyire volt akkor így rendben minden körülöttünk, de hát nem így közelítettünk ehhez a kérdéshez. Tehát tényleg mondom, egy ember volt, aki fizetést kapott, a Vajda Andi nevű titkárnőnk, akitől nem lehetett elvárni azt, hogy ő bejöjjön reggel 9-re, hogy legyen, aki fölveszi a telefont, úgyhogy egyébként nem kap érte semmit, mert mindenki másnak lehetett mondani, hogy hát amikor ráér, bejön, és a többi időben meg megy matekórát tartani, vagy szociális munkáskodni, vagy nem tudom mi fordítani, de attól, aki úgy ott kellett legyen egész, annak nem lehetett azt mondani, hogy hát figyelj, fizetni meg nem fizetünk, de mindenki másnak ez tényleg egy ilyen hobbi tevékenység volt az egyéb mindenféle tevékenységek mellett, úgyhogy tényleg így a 18 millióval. Hát aztán szépen lassan kifizettük, hát ahogy aztán kiderült, hogy az nem csak 18 millió 700 ezer forint, hanem még hozzájött az ÁFA tartozás is, amit ugye azért akkor kellett kötni egy megállapodást az akkori APEC-kal, most már NAV-val, és akkor részletekbe ezt kaptunk, egy részletfizetési lehetőséget, és akkor azt x év alatt aztán letörlesztettük, de hát már 95-ben, tehát már a harmadik szigeten már nyereséget tudtunk produkálni, ami nagyjából 9 millió. Komoly 500 forintra emeltétek a jegyet, ugye? Igen, tehát akkor az volt, hogy 300-ról 500-ra emeltük hirtelen a jegyet, ami azért egy százalékosan egy elég durva emelés, de hozzáteszem, hogy azért így még mindig egy abszolút árérték arányban rendben levő ár volt, tehát ugye miatt nem volt különösebben még fölháborodás sem, meg hát mindenki látta, hogy tényleg most nagyjából a csőd helyzetben vagyunk, úgyhogy valahogy ha túl akarunk élni, akkor előre kell menekülni, és akkor a 95-ös évben már 9 millió forint nyereséggel zártunk, ami persze arra nem volt elég, hogy mindent kifizessünk, de arra, hogy lássák, hogy egyáltalán itt van esély megtermelni, és adjunk, kapjunk ehhez mindenféle további haladékot, arra elég volt, és aztán utána ilyen 98 körülre volt az, hogy már az áfát is, minden egyebet le tudtuk. Úgyhogy a mély pontokon sosem volt olyan érzésed, hogy inkább kiszállsz, elmész, más csinálsz, azt hogy folyamatosan hittél benne és mentél előre? Hát szerencsére azért amellett, hogy volt, mit tudom, mondjuk egy ilyen 94-es évben itt eleve. Az ember meg tudja, hogy ez így az én szakamba nyakadt ez az egész helyzet. Tehát, hogy ez én nem állhattam, tehát mindenki más fölállhatott, de én nem, mert hogy hát végül is én voltam, aki aláírtam a papírokat, én voltam, aki a cégben ott voltam tulajdonosként, tehát én nem mondhattam azt, hogy hát akkor visszamegyek a plakátragasztó céghez, vagy a nem tudom, mert nem hagyhattam ott ebben a helyzetben ezt az egészet. Ráadásul az tényleg világosan látszott, hogy itt valami olyasmiben nyúltunk bele, amiben van fantázia és van potenciál. Tehát ezt 93-ban, amikor az első szigetet megcsináltuk, akkor hát nem volt még sok rendezvény, de mondjuk akkor indult például a Volt Fesztivál. Tehát ezt ugye nekem két kollégám, meg most tulajdonos társam, Lóben Vennóbjönör, a Fülöp Zoli indították. A Volt Fesztiválon az első évben 800 néző volt, nálunk 43 ezer. Az akkori E-Foton, ami akkor a legnagyobb ilyen rendezvény volt, ez egy ilyen túlélője volt a rendszerváltásnak, mert előtte a KISZ-nek volt a rendezvény, aztán ezt a Hőok valahogy így kiprivatizálta, és akkor tovább vitte. De akkor már létezett nem tudom hány év az EFOT, akkor olyan 10 000 körül voltak. Most ehhez képest az, hogy már elsőre eljönnek ennyien, azért az elég jól mutatta, sőt a második évben már 143 ezre jöttek el. Tehát az egy elképesztő sikertörténet volt, hogyha az anyagiakat leszámítjuk, hogy tulajdonképpen egy tök amatőr baráti társaság valamibe belefog, és egyszer csak lesz egy ilyen tényleg gigantikus méret rendezvény az addigi rendezvényekhez képest. Get ready.